A jazz kipufogója úgy néz ki, hogy onnan a leömlőtől indulunk, az egy kipufogó leömlő, következik a katalizátor részegység. A katalizátor részegységen van ugye ez a két hővédőlemez alulról és felülről, ez ugye az alsó ment nincsen rajta, ami ugye nagyon sokszor szokott zörögni, hát ugye erre szokott róla rohadni. Katalizátoron van ugye egy darab lambda szonda, egy első, illetve egy hátsó lambda szonda. Ők is szeretnek azért időnként kimenni. Majd következik a kipufogónak a középső dob része. Általában ugye ez a rész, mint ahogy látjátok, ennek is teljesen el szokott rohadni, emiatt majd mindjárt egy kis trükköt is be kell vetni. A középső dob ugye eljön így a motor az autó jobb oldalára, a felfogató bakoknál, a heggesztésnél szintén szeret időnként elrohadni, kifújni. És mint ahogy látjátok, ez még egy gyári. Tovább haladva látjuk azt, hogy itt az egyik része a csőtollaknak ugye el van törve, vagy itt, de a legtöbbször ugye először a hátsó dob szokott ugye eltörni ugye ezen a részen, majd végül jön egy hátsó kipufogó dob. A jazz kipufogó gyakorlatilag ugye ennyi. Ezen már ugye volt cserélve a hátsó dob, tehát az még most így nem cserés, de a középső dob az ugye több sebből vérzik, ezt itt nem javítgatjuk, majd nem csőtoldozzuk, hanem ugye ezt így cseréljük. Azt is láthatjátok ott. Viszont a középső dobot, ha ki tud így szedni, ahhoz ugye először belülről szét kell bontani. Ott van bent a lambda szondának az egyik csatlakozója, a másik csatlakozó az elő van a motortérben. És azért, hogy a katalizátort ne kelljen helyben püfölni, ütögetni vagy vagdosni, ezért inkább a leömlőtől szoktam kikötni az egészet, és az egész kipufogó rendszert kint megjavítani, megcsinálni és úgy visszaszerelni. Na, kezdjünk is hozzá! A középső részt lebontani nem egy nagy kaland. A váltógombócot kell letekerni, ezt a vatkot kell kiszedni innen. Hátul van kettő darab csavar, ami az, hogyha előre motor az ülést, hozzá lehet férni, illetve elő van kettő darab patent. Ha van AUX bemeneted, akkor ez nyilván ugye de lesz bekötve, illetve egy darab csatlakozó fogja majd ugye a zivargyújtót. És utána az egészet is szépen le lehet venni. A lambda szondának a vezetéke pedig ott jön fel, egy kis széklapon keresztül, és ez a csatlakozó lesz az, ezt a csatlakozót szét kell húzni, és lefelé kitolni. Ha már itt vagyunk, akkor itt látjátok közben a váltó, az alter mechanikákat, illetve a váltó mechanikát, illetve az üzemanyag tank fedelünket is ugye itt látjátok. Ebben van, itt lehet hozzáférni az üzemanyag szivattyúhoz, meg a elég sokat kérdezett ugye üzemanyag szűrőhöz. Ezen belül van egybe a motorral a kézifék. Itt van egyébként a kéziféknek a beállítási lehetősége is. De most haladjunk tovább a kipufogóval. Az első lambda szonda csatlakozója pedig a váltó Bowden oldalára van, vagy Bowden ház oldalára, ott lehet látni azt a szürkét. Oda van feltéve, azt a csatlakozót kell még széthúzni, és akkor mind a két csatlakozót sikerült kikötni. Miután kikerült a komplet kipufogórendszer, így néz ki. Ilyen az egyik ilyen fő problémák, ugye, hogy ezt a csavart itt bent a helyszínen nagyon szar, akár leflexelni, akár kipufölni, akár bármit csinálni vele, hát hiába is flexeled le, mindenképpen tő csavart kell cserélni, így jobban szeretem, hogyha itt kint van az egész, és így innen elkötöm. Szerencsére a légkulcs hosszú szára egész jól beér, és amit látjátok, én egy másodpercet nem szoktam
kindúrni vele. Ezek a fülek általában jól be vannak rohadva a kipufogó felfüggesztő gumivakokba, és ugye ezt a dundi részét kéne áttolni rajta. Én ezzel nem szoktam kindúrni egyáltalán, rögtön le is vágom őket, és akkor a kisebbik része felé kitolom, így is körbe-körbe kell forgatnia. Most hát, ahogy látjátok, így meg rohad a gumiba is. Úgyhogy ezzel nem szoktam játszani. Levágom, és így megy át is kifele. Majd következik a hátsó kipufogó dobnak a tömítés eltávolítása, ami természetesen az évek alatt egy ilyen masszává fogorodik össze. Így néz ki egyébként az új. És most ezt szépen ki kell belőle szó szerint vésni. És ahogy ismertek, némi takarítás következik. Csak hogy jobban nézzen ki. Turbócsiszolóval és mindenféle takarítóeszközzel. Előre, illetve hátra majd kapja egy-egy ilyen tömítést. Középső dob részéhez pedig ugye majd erre a felületre fog eltömíteni ugye. Ez a tömítés. És igazából ennyi a történet. Ebben a sorrendben, ahogy szétszettük, csak össze kell rakni. Kap majd végül egy diagnosztikát, megnézni, hogy minden jól működik-e. Esetleg lehet mérni egy CO kibocsátást, hogy lássuk azt, hogy működik a kipufogórendszer, meg természetesen jó alaposan meg kell nézni fogorendszer tömítettségét, nem a fúj ki, tömítette mindenhol. És ha minden jó, akkor végeztünk is.